Hát megszakadt egy szép sorozat a 8. mérkőzés, már nem sikerült veretlenül lehozni. Hogy látta a Kocsis János edző ezt a DVC 2-1 vereséget? Igen, hát a sorozatok ilyenek mindig véget érnek, úgyhogy milyen kis véget ért, de sokkal szomorúbb az, hogy az a teljesítmény, meg ahogy ma kinéztünk, ez ami igazából aggasztó, és sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy nem egy-két ember hibázott, hanem összességében. Mi is hibáztunk, a stáb, játékosok is, úgyhogy ez arra jó volt, hogy ilyenkor az ember egy picit néhány dolgot átértékeljen, és akkor a következő héten új út erővel kezdje el. Látni kell a határainkat, a lehetőségeinket. Nagyon jól nézett ki az elmúlt mérkőzés, de talán egy picit elbizakodottá tett minket, és ilyenkor azért a futball büntetni szokott. Hát ma ezt láthattuk. Tényleg nem érdemeltünk többet, összességében vallottunk szégyent. Az is bosszantó lehet, hogy megint egy olyan csapatról, amelyek a tabella hátsó régével tartozik, hogy a Hidas Németi és a Salgótarjáni pontveszéseket a mai napig siratjuk. Igen, a jó csapatok, attól jó csapatok, amikor a kötelezőt is tudják hozni. Hát ugye még azt gondolom, hogy ez a mi esetünkben kötelezőről nehéz beszélni, de azért ez egy olyan mérkőzés volt, amikor egyértelműen mi számítottunk esélyesnek, és hát ez igazából nem jó kezeltük, tehát ez nem önbizalmat adott, hanem elbizakodottá tett minket.